meccséből kettőt megnyert némi meglepetésre. Kis János csapata jelenleg az ötödik. Aktuális ellenfelük, vagyis a Fradi sem szerepel rosszul, hiszen a Kénosz tanítványok a tabella harmadik helyén állnak, viszont a Fradinak nagyon koncentrálnia kellett, ellenkező esetben ugyanis a zöld-fehérek is pont nélkül maradhattak a DuPont otthonában. Úgy érzem, hogy a legjobb összeállításban tudunk játszani, felépültek a sérültjeink, és megpróbálunk ezzel együtt jól szerepelni. Ugye sok volt a sérülés, de viszont ez nem jelent gondot az ellenfélre nézve, mert tudjuk, hogy jó csapat, alakuló félbe lévő, a kisen irányítja őket, de nem ijedünk meg, ami a saját játékunkat próbáljuk játszani. Mire számíthatunk a Fraditól? Mindenképpen lelkes játékra, szurkolóink meg ide is fognak jönni, szeretettel várjuk őket, és mindenképpen letámadunk. Azt szeretném, hogy végre a csapatom diktálja a tempót, és az ellenfél kényszerüljön védekezni. Jelen pillanatban a Ferencváros az esélyesebb, mert több régi futsal játékos van, de jó esélyük van a győzelemre. Ferencvárosból lehetett készülni? Ferencvárosból annyira nem lehet készülni, mert ugye ők is nem olyan régen álltak össze, igazából ugye tavaly lett, ez a játékos tavaly állt össze, és nem tudtunk úgy annyira felkészülni. Az, hogy az idő egyre jobban előre halad, ez segíti a DuPontot így a bajnokságban? Hát természetesen segít minket, ugye egyre több edzés lesz a hátunk mögött, és egyre jobban fel fogunk tudni készülni az ellenfeleinkből. Hagyományosnak mondható zöld-fehér szerelésben balról jobbra támad a Ferencváros, Buda kalászon és Bici lövése vezeti fel a találkozót, Pátrovics véd szépen, a túloldalon pedig Tóth Gyulának is szükség van minden tudására, akkor, amikor Ugrai lövésénél véd a bal alsó sarok elől. Mindössze 3 perc telt el a meccsből, de a csapatok lövőkedvére nem lehet